Ha szeretnétek egy estén úgy bulizni, mint egy igazi cowboy, gyertek el a Honvéd Kulturális Központba egy country estre. Szeptember 24-én a Honvéd Kulturális Központban country estet tartottak. A résztvevők a Bulletproof Band előadásában hallgathatták meg az ismert country, rock és pop-rock zene számok feldolgozásait. Zenekarunk 2012. januárjában alakult, és többféle különböző műsorral rendelkezünk. Egész pontosan van nekünk egy Tina Turner show műsorunk, az körülbelül durván másfél óra. Természetesen játszunk tánczenét, de az egyik kedvencünk a country műfaj, amiből egyébként Isten igazából inkább a populárisabb és a rockosabb country verziókat szoktuk játszani. Hadd magyarázzam ezt a Bulletproof nevet, mert sokan nem jól ejtik ki, illetve nem tudják, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy golyóálló zenekar. Ezt mindig el szoktam mondani, természetesen ezt nem kéne kipróbálni rajtunk, hiszen itt vannak a golyónyomok, látjátok, hogy nem vitte át a golyó a pólót. Így a lényeg, hogy mi gyakorlatilag meghalhatatlanok vagyunk. Amíg az egészségünk bírja és elbírjuk a gitárt a nyakunkba, addig zenélni fogunk. Ennyi a cél, minél tovább legyen így. Részben képviseljük a countrynak, az észak-amerikai népzenének az ősi formáját, ami ugye a tradicionális country zenében hegedű, banjo, mandolin, gitár, bőgő. Aztán amikor az elektronika beköszöntött az elektronikus zenei korszak, akkor már kezdett egy kicsit a rock zene felé lépni a hangszerelés. Így aztán bejöttek a képbe az elektromos gitár, a billentyűs hangszer, tehát szintetizátor, valamint egy nagyon érdekes hangszer a pedálos steel gitár. És igyekszünk a country zenének minden válfajából meríteni. A bandából, hát a zenekarvezetőnk, Szűcs Árpád, ő elektromos gitáros, Császár Feri, ő billentyűs, Kászonyi Lajos a basszusgitárosunk, Deák Imi a dobosunk, és én pedig Varta Tibor vagyok. Hát igyekszem minél több hangszert elvontatni egy fellépésre. Főhangszerem, hát 6 éves koromtól én hegedülök, tehát azt nem tudom letagadni, valamint nagy-nagy szerelmem a pedálos steel gitár, és hoztam ma még mandolint, autohárpot. Az autohárp pedig a tradicionális country zenének egy nagyon szép régi hangszere. Úgyhogy hát én ilyen mindenevő vagyok, tehát bármilyen hangszeren játszom. Az a lényeg a country zenében, hogy nagyon levegős, szellős hangképe van. Tehát nem játszik mindenki egyszerre, hanem egy-egy verszakban mondjuk az egyik hangszer díszíti a sorvégeket, mint az énekes leénekelte azt az éneksort, a refrénben egy másik hangszer veszi át, a szólót is így egymásnak adogatjuk, és nagyon egyszerű képeket elevenít fel szövegben. A zenekar mellett a Contestoga County Line Dance tánccsapata biztosította a remek hangulatot az esemény ideje alatt. A tánccsoport mai napig is nagyon sokszor eredeti kosztümökben lép fel, tehát szó szerint indiánként és cowboy girlként. Magyarországon, a hazánkban egyedülálló módon a Balatonkenesei Táncoslábú Polgárőrök alapították meg 2014-ben, és idén nemzetközi versenyen vettünk részt, illetve az OLCF katalán táncverseny kategória harmadik helyezését hoztuk el. Főként a klasszikus country táncoljuk, természetesen megpróbálunk disco, line dance-et, new line stílust is belecsempészni a műsorainkba, hiszen a közönség a kisgyermekektől az idősebbekig másfajta stílust igényel, ezért megpróbáljuk mindig az igény szerint összeállítani ezeket a műsorainkat. Önnek mit jelent a country? Nekünk ez a szabadságérzés, főként a country, illetve imádjuk a country zenét, nagyon szeretünk táncolni, az egész csapat tulajdonképpen a country híve, nagyon szeretünk együtt táncolni, itt főként az, hogy egy nagy családként működünk és együtt dolgozunk, ez a legszebb benne.